estét kívánok! Jó estét! Köszönöm! Tündérkék vagytok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is. Még itt állva szeretném gyorsan elsorolni önöknek, hogy gőzerővel folyik Németország további tönkretétele. A Németország tönkretételén dolgozó erők, amelyek természetesen az országon belülről vannak, és úgy hívják őket, hogy jelenlegi német kormány, amelyből a kormány igaz, a német nem, de csodálatos ötleteik vannak. A teljesség igénye nélkül az elmúlt hét németországi eseményei. A Német Szövetségi Külügyminisztérium arab nyelven reklámozza a közösségi médiában, hogy immáron az új szabályozás szerint mennyire könnyű német állampolgárságot szerezni. Mindezt arabul írják ki, és arabul írják oda, hogy aki tud németül, az még hamarabb kap állampolgárságot. Írják ki azoknak az araboknak, akik tuti fix, hogy nem úgy németül, arabon kívül semmilyen nyelven nem beszélnek. Vannak német politikusok, akik ettől idegösszeomlást kapnak. Elmondja például Joanna Kotár, a Bundestag egyik képviselője, aki csak ennyit írt a közösségi médiában az poszt alá, hogy meg tudná nekem valaki magyarázni, hogy miért létezik ez a poszt egyáltalán? Egy másik, Julian Reichert, aki a Bild korábbi főszerkesztője volt, így kommentálta. A Szövetségi Külügyminisztérium arabul reklámozza a német útlevelet olyan külföldiek számára, akik egy szót sem beszélnek németül. A Német Szövetségi Külügyminisztérium, és itt idézi a Bild korábbi főszerkesztője az arab szövegű szöveget, azt mondja, kifejezetten kimondja, hogy a szociális segélyen élők is kaphatnak német útlevelet, ha a nagymamájukat ápolják. Bayer vagyok. Onnan gyűjtünk. 61 éve örülök, hogy nem ott vagyok, de mindig is irigyeltem egy kicsit őket. Most már nem. Aztán, miközben arabul osztogatják a német útlevelet és állampolgárságot az iszlám világban, eközben 2024. április 1-től legális a kannabisz fogyasztás és birtoklás Németországban. Az új törvény kimondja, 18 éves kortól legfeljebb, nagyon szigorúak, legfeljebb 25 gram szárított kannabiszt tarthatnák maguknál a német ifjak. Otthon pedig legfeljebb 50 grammot, és legfeljebb 3 kannabisz növényt termeszthetnek saját fogyasztásra. Itt is most beszarok. Arabul áruljuk a német állampolgárságot, a német fiataloknak legalizáljuk a marihuána fogyasztást, amely minden létező szakértő szerint amúgy a kemény, egyfelől a kemény drogok előszobája, másfelől minden szakértő ezerszer leírta már, súlyos hatással van a memóriára, a gondolkodási képességre, a tanulási képességre, de hát kit érdekel? Hát jön helyette egy csomó arab. Hát nem pont le van szarva, hogy mit csinálnak a német fiatalok. Ők szívják a brandenburgi kapunál a füvet, jönnek az iszlám fiatalok, ők meg fejbe verik őket egy furkósbottal. Éljen Németország, de azért a németek tudnak szigorúak is lenni, ugyanis ez volt kettő, mondom a harmadikat, a Stern beszámolója szerint a szövetségi tartományokban legalább 400 rendőr ellen folyik fegyelmi eljárás vagy nyomozás azzal a gyanúval, hogy szélső jobboldali nézeteket vallanak. Ezt lefordítom magyarra. Jelen pillanatban Németországban 400 rendőrt vegzálnak vagy nyomoznak ellenük, nyilvánvalóan azért, mert vagy kiderült róluk, vagy feltételezik róluk, hogy az AfD-vel szimpatizálnak.
és ma ez elegendő. Képzeljük el azt a német rendőrt, aki hétfőn arra ébred, hogy minden arab jöhet. Kedden arra, hogy legális a fű, szerdán meg arra, hogy nyomoznak ellene, mert az AfD-re fog szavazni. Imádom ezt az országot. Ezek vagy úgy teljesen hülyék, hogy a nácik és Adolf Hitler után menetelnek, vagy úgy teljesen hülyék, hogy tökéletesen elveszítik önmagukat, és felszámolják magát a németséget. Ezek még életükbe a középutat nem ismerték. Ez a helyzet. Úgyhogy hajrá Németország! És akkor nézzük tovább, mert például Amerika is egy jó hely lett. Most meg fogunk nézni egy bejátszót. Ez egy roppant egyszerű TikTok videó. Egy teljesen egyszerű hétköznapi amerikai állampolgár rögzítette. Figyeljétek csak! Három FBI ügynök jött ennek a nőnek a házához az általa közített politikai Facebook bejegyzések miatt. Csak beszélgetni szeretnék önnel néhány olyan tartalom miatt, amelyeket ön töltött fel a közösségi média oldalakra. Hajlandó velünk beszélni ma erről? Nem szeretnék. Inkább tárgyaljanak később az ügyvédemmel. Azt állították, hogy a Facebook képernyőfotókat készített a nő bejegyzéseiről. A Facebook megjelölt engem a bejegyzések miatt? A Facebook néhány képernyőfotót adott át nekünk a fiókjából. Rendben. Akkor mostantól nem egy szabad országban élünk, és nem mondhatjuk ki azt, amit akarunk. Úgy értem, én csak gyakoroltam azokat a jogokat a közösségi média platformon, amelyek amerikai állampolgárként megilletnek. A saját személyes véleményemet fejeztem ki, oké? A legtöbb embernek joga van az Egyesült Államokban ahhoz, kifejezetten az idősebb generációnak, hogy Facebook fiókkal rendelkezzen. Minden amerikai állampolgár megkérdeznek erről. Amikor a nő azt kérte, hogy igazolják magukat, az ügynökök ezt megtagadták. Tehát ön azt mondta, az FBI-tól van. Így van. Akkor miért nem mutatja meg az igazolványát? Megmutattuk. Én nem láttam az igazolványukat. Azt mondtam, egy pillanat, már is visszajövök. Meg fogják mutatni az igazolványukat, vagy sem? Szóval megtagadják azt, hogy igazolják magukat. Még egyszer mondom, nem láttam az igazolványukat. Végül a nő kiállt és kitartott jogai mellett, az ügynökök pedig elmentek. Mi történt a szabad véleménynyilvánítással az Egyesült Államokban? Na, kisbókusaim, beírt valamit a Facebookra, és megjelent három FBI ügynök. Te, ezekhez képest lassan ott tartunk, hogy a Generalissimus Szovjetuniója egy ilyen kis bohókás, demokratikus, hogy ne mondjam, kaotikus hely volt. És ezt lehet. Ezt lehet. És sose felejtsétek el, ugye az ellenzék mivel is szokott kampányolni? Mi a fő tételmondatuk mindig? Hogy ők majd egy új, nyugatos Magyarországot fognak építeni. Ilyen ki. Pont ilyet. Legalizálják majd a kábítószert, ide engednek mindenkit, aki be akar jönni, aki jobboldali, az ellen nyomozást fognak folytatni, és ha beírod a Facebookodra, hogy menjetek el az a***okba, akkor ki fog szállni a rendőrség, és vegzálni fog. Ugyanis hát ez az új, nyugatos világ. Itt látszik, nem én találom ki. Ez van. Amúgy az Egyesült Államokban azért vigyáznak a demokráciára. Ugye eljutott hozzátok is a hír, hogy húsvét alkalmából Joe Biden üdvözölte az transzneműek láthatósági napját. A húsvétot érezte a megfelelő keretnek, hogy a transzneműeket üdvözölje. Ellenben ezzel párhuzamosan, most figyelj, a Fehérházból a hagyományos tojásfestő versenyről kitiltotta az összes keresztény vallási jelképet. És ezen azért amerikaiak milliói is fölháborodtak, örjöngtek egy kicsit Donald Trump-al az élen. A Fox News pedig összeszámolta, hogy ma az Egyesült Államokban
hány olyan nap, ünnepnap, noh dacu hónap van, melynek során az LMBTQ közösséget ünneplik. Mondom, jó? A végeredmény egyébként 28. 28 ünnepnapja van a r***nak, teljesség igénye nélkül. Nemzetközi aszexuális nap. Húj de klassz. Nemzetközi rózsaszín nap. Haj, de csodás lehet. Nemzetközi drag nap, tudja, ez a drag queenek, ezek azok a szőrös, szakállas, guztustalan, hernyószerű pasik, akik így kifestik magukat, és rózsaszín tütübe bemennek az óvodába mesét olvasni. Ennek is van nemzetközi ünnepnapja az Egyesült Államoknak, továbbá pánszexuális és pánromantikus tudatosság napja. Tegyem már föl a kezét, akinek halvány fingja van arról, hogy mi a búdánatos tököm az a pánromantikus tudatosság napja. Mit kell csinálni a pánromantikus tudatosság napján? Meg! Ti se tudjátok? Jó van akkor. Akkor nem én vagyok egyedül. Továbbá van Harry Milk nap. Ez egy melegjogi aktivista volt. Aztán van komplett Pride brüszkeség hava. Ez júniusban van. Továbbá van 7 olyan alkalom, ez már csak Joe Biden elnöksége alatt értendő, amikor a Fehérházban megemlékeztek az LMBTQ közösségről. Volt, van Coming Out nap októberben. Leszbikus láthatóság nap áprilisban. A nemzetközi homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni nap májusban, Pride hava júniusban, bátorság napja, interszexuálisok napja és transzneműek emléknapja pedig novemberben. Az FBI meg kimegy, hogyha beírod a Facebookra, hogy az összes pánromantikus kapja be. Édes Istenem, hol élünk mi? De most tényleg. Egyszer ígérjük meg magunknak, hogy ahányan vagyunk közösen, én vállalom a költségeket, ugorjunk már el a pár romantikus napra. Csak azért, hogy egyszer életembe fel tudjam fogni, hogy ott mi történik. Hogy valaki jöjjön és mondja el ide a kettő szemembe, hogy ő pár romantikus, és ez azt jelenti, hogy... mert különben hülyén fogok meghalni. És hogy térjünk vissza Németországra, mert amit eddig felolvastam, az gyerekek, a fasorban nincs. Tudjátok, mi megy most az örjöngés Berlinben, illetve egész Németországban? Hát azon, hogy az egykor volt berlini császári palotát most újjáépítették. Ez ugye a hidegháborúban, amikor kettévágták Berlint, az NDK oldalra esett, a derékkomcsik azonnal földig rombolták. Aztán, amikor a német egyesítés megvolt, akkor elkezdték újjáépíteni. Belül egy ilyen korunknak megfelelő VOK és LMBTQ és rendkívül modern és húha, valami múzeum, de a külső homlokzatot, ezek a büdös nácik, gondolták, hogy visszaépítik a császári palotát eredeti formájában. Na most, ebből a következő botrány lett. Az a problémájuk a nagyon modern, felszabadult és vok németeknek, ezen belül is két tudósnak, figyelj, Jürgen Zimmerer és Philipp Oswald, az a problémájuk, hogy visszakerült a német császári palota homlokzatára, visszakerültek az egykori ószövetségi próféták szobrai. Ez Németországban ma eltűrhetetlen főben járó vétség. Ott van például Dániel próféta szobra. És akkor jön Jürgen Zimmerer,
és Philip Oswald, és elmondja a következőket. Fájlalják, hogy a próféták szobrai felerősítik a kupola keresztény szimbolikáját. És ezzel figyelmen kívül hagyják az épületben berendezett Humboldt fórumban bemutatott további vallásokat, és a nyugati univerzalizmus igényével lépnek fel, mondja két német tudós. A német tudósok szerint most már abból kell kiindulni, hogy az egykori palotát a fundamentalista kereszténységnek vetik alá, ami korunk iszlamofób tendenciáit tükrözi. Na? Viszont ebből ugyebár mégiscsak egyértelműen az kell, hogy következzen, hogy jövő héten Jürgen Zimmerernek és Philip Oswaldnak, szeretném megtanulni a nevét ennek a két kapitális baromnak, hát minimum el kell követelni, kezdeniük követelni, hogy sürgősen bontsák le a kölni dómot. Hát ha van keresztény univerzalizmus, ami az iszlamofób tendenciát tükrözi, akkor az a kölni dóm. És egyáltalán minek vannak Németországban még keresztény templomok? Mikor most hirdette meg a német kormány arab nyelven, hogy minden iszlam hívő nyugodtan jöhet, ha más nem ápolja a nagyját, és állampolgárságot fog kapni. Hát akkor tényleg mi a tökömnek van még bárhol templom Németországban? És ez örjöngő vita folyik. Pro és kontra. És mit bírnak mondani a Zimmerer Philip és a Jürgen Zimmerer és Philip Oswald, hogy a jobboldali radikálisok adományaiból építik tovább a császári palotát, ami a keresztény nyugat új jobboldali szimbólumává fog válni. És ez tűrhetetlen. Tudnék még mesélni Németországról is, tudnék még ízletes magyar szavakat használni, hogy egyébként a Jürgen meg az Oswald mit csináljon a kijével, meg hogy ezek mind hova menjenek, de így az első rész bezárásaképpen csak azt szeretném tovább súlykolni, most már nem tudom hányadik éve. A jó Isten mentsen meg minket örökre attól, hogy itt bárki új, nyugati, európai országot építsen. Mert akkor harangoztak a Mátyás templomnak is. Rövid szünet, és aztán Szántó Miklós lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szia, Miki! Köszönöm. Szervusz! Kezdjünk külpolitikával, márha ez egyáltalán külpolitika. A háborús, az európai háborús pszichózisról szeretnélek kérdezni. Ugye most legújabban a brit védelmi miniszter mondott hajmeresztő dolgokat. Úgy fogalmazott, hogy Európának a háború utáni időkből most át kell térnie a háború előtti időkre. Köszönjük szépen. És Boros Imre barátom osztott meg velem egy adatot, még csütörtökön, ami úgy szól, hogy egy 155 mm-es tüzérségi lőszer,
amit ma Ukrajna kap nyugatról, az 8-szor annyiba kerül, mint ugyanez a 150 mm-es tüzérségi lőszer Oroszországban. Most ebből ugye két dolog következik. Két fele gondolkodhatunk. A háborús pszichózis Európában az egy valódi háborús pszichózis. Magyarán azzal nézünk-e szembe, mint a klasszikus dramaturgiában, hogyha kint van a pisztolya a színpadon, annak legkésőbb az utolsó felvonásban el is kell sülnie. Vagy semmi másról nincs szó, mint arról, hogy egyesek gennyesre keresik magukat ezen a háborún, leginkább az Egyesült Államok, és itt nem igazából senki sem akar háborúzni, még Macron se, csak nem akar lemaradni a zsíros buliról. Te hogy látod? Nézd, az biztos, hogy a háború az egy olyan organizmus, aminek vér és acél kell. Ez tuti. Azt teljesen nem értem, hogy a britek mit pofáznak bele, már elnézést a pesti stílusért, abba, hogy Európának hogyan kell viszonyulni a háborúhoz, mert arról volt szó pár évvel ezelőtt, hogy a britek a Brexittel kiszállnak Európából. Úgyhogy itt kicsit ezt jó lenne tisztázni, hogy akkor most a britek kiléptek az EU-ból, de még mindig úgy próbálnak viselkedni, hogy irányítják, vagy félig meddig befolyásolják az EU-t, vagy sem. És arról is érdemes lenne szerintem vitázni, hogy mi ezzel az egész háborúval a cél. Mert az én egyik legnagyobb problémám az egész helyzettel és ezzel a háborús pszichózissal, háborús uszítással, az nem pusztán erkölcsi, morális, meg hogy is mondjam, humanitárius természetű. Ezek a legsúlyosabb érvek nyilván a háború ellen. Az én nagymamám, aki pár évvel ezelőtt hunyt el, illetve az édesapám, aki 87 éves most már, és hála Istennek jó fizikai és szellemi kondícióban van, ők mindketten megélték a háborút. A te családod is szerintem, meg itt jelenlévők közül sokanak a családja megélte a háborút, és amit nekem nagymamám, meg édesapám mesélt, aki fenn a várban egy ostrompince, vagy egy pincében élte át az ostromot 7 éves gyerekként, ő nekem annyit mondott, hogy a háború az egy rossz dolog. Ami kellően erős érve ahhoz, hogy ne támogassunk egy háborút szerintem. De most ezeket félretéve. Amit én, hogy mondjam, geopolitikai szempontból az egészben nem értek, hogy mi a cél Oroszország legyőzésével. Mi a cél azzal, vagy mi fog történni akkor, hogyha Ukrajna ebből a háborúból győztesen kerül ki. Tehát mi az a perspektívikus elérhető következő állomás, hogyha azt mondjuk, hogy igen, háború, és öntsünk bele minél több pénzt, minél több fegyvert, stb. Mi ennek a célja? Megbuktatni Putyint? Visszaszorítani Oroszországot az Urálon túlra? Megint megpróbálni demokratizálni Oroszországot, amit megpróbáltak a 90-es évek elején, és nem sikerült? Tehát nincs rögzítve azon kívül, hogy von der Leyen lecserélte a ruhatárát, és minden nap ukrán zászlónak öltözik, azon kívül nincs rögzítve a cél, hogy ezzel az egésszel mi a szándék, és amiket itt ilyen megnyilatkozásokat te is citáltál, meg amit most már lehet idézni sajnos Macrontól is, arról nekem az a mondás jut eszembe, amit persze sok egyéb ügyre is lehet ráhúzni, hogy korábban is voltak hülyék, csak nem voltak ennyire magabiztosak. Tehát most már a Vogue-tól elkezdve számos egyéb témában, ideértve a háborút is, olyan súlyos és meggondolatlan kijelentéseket tesznek európai vezetők, ami sem erkölcsi morális, sem történelmi, sem gazdasági, geopolitikai perspektívából nem érthető, mert az USA-nál szerintem Trump jól látja a dolgokat, és erről talán még fogunk beszélni az adásban, hogy az USA számára miért rossz ez az egész. Középtávon. Amúgy azért rossz, lelövöm a poént, mert oda nyomja Oroszországot Kína karjaiba, Oroszország elszigetelése a nyugati világtól, és igazából az USA-nak a legfőbb problémája Kína, nem Oroszország. De európai szemszögből minden szempontból az látható, hogy nem éri meg Európának. Gazdaságilag, hát a szankciók az nem azt, hogy nem működnek, az európai gazdaságnak ártnak. Az európai gazdaság, illetve az nyugat-európai gazdasági jólét forrása az elmúlt 50-60 évben az volt, hogy volt egy meghatározóan jó és fejlett nyugati ipari technológiai tudás, ami olcsó orosz
energiahordozókkal üzemelt, és ebből alakult ki igazából a második világháborút követően az az európai, vagy hát nyugat-európai jólét, ami most garantálja, jelenleg még garantálja a biztonságát Nyugat-Európában, a társadalmi biztonságát. De hát, hogyha ennek az egyik elemét leválasztom Európáról, az olcsó orosz nyersanyagot, energiahordozót, akkor nyilvánvalóan A. nem fog működni az európai gazdaság, B. sokkal drágábban fog működni, tehát nehezebb lesz a gazdaságnak, mert máshonnan kell beszerezni a nyersanyagforrásokat, miközben az Amerikai Egyesült Államok ugye a tavalyi évben rekordmennyiségben importált uránt Oroszországtól, atomerőművek létesítő vagy üzemeltetéséhez. Tehát én látok benne egyfelől gazdasági indokokat, főleg inkább amerikai részről, mert hogy a háborúhoz, ahogy említettem, a háborús organizmushoz egyfelől acél kell, másfelől sajnos vér, és itt a nyugati katonáknak az Ukrajnába küldése, meg a NATO kooperációs vagy koordinatív szerepének a növelése az ebbe az irányba mutat. Tehát ott van egy nagyon súlyos gazdasági érdek, kezdve a háborús iparnak a felfutásától egészen addig, hogy az ukrán mezőgazdasági területek jó része azért amerikai cégek kezében van. De ott van mellette szerintem egy nagyon erős ideológiai tényező is, az pedig az, hogyha a nyugati elit már hosszú évtizedek óta meghatározó társadalmi kérdésekben ilyen érzelemközpontúan, emocionális alapokon dönt, meg politizál a wokizmusnak, a progressziónak a jegyében, például migráció kérdésében, multikulti kérdésében, határok nélküli LMBTQ gender kérdésében, és erre edződik rá az agyuk a politikusoknak. Akkor azért a politikus is ember, tehát hogy az nem úgy történik, hogy akkor van egy következő nagy társadalmi kataklizma kérdés, és akkor így váltanak, és akkor hirtelen reál politikusok lesznek, hogyha ráállt arra az egész szellemi gépezetnek a működése, hogy itt ilyen ideológiai alapon válaszolunk meg kérdéseket, akkor valóban az a vége, hogy von der Leyen ukrán zászlónak öltözve járkál fel alá egész nap, és bele bolondulnak ebbe a háborús pszichózisba. Én szerintem a legnagyobb probléma ezzel az, hogy mondom, még az USA szemszögéből rövid távon vannak olyan érvek, szerintem azok nem jó érvek és vitatható érvek, amelyek azt mondják, hogy bizonyos szempontból most még talán az USA-nak megéri ez a háború. De hogy Európának nem, az biztos, és az is látszik, hogy egyre inkább belecsúsznak abba, vagy lejjebb csúsznak azon a csúszós lejtőn az európai vezetők, hogy nem bírnak kikerülni a saját ideológiai hülyeségükből, B. abból, hogy sikerült Európát az USA egyik ilyen szolgáló leányává lesilányítani, és nincs politikai erő ellent mondani a mostani demokrata baloldali washingtoni adminisztráció kéréseinek. Utolsó kérdés a háború kapcsán. Ugye Donald Trump azt mondta, ha ő lesz az elnök, 24 óra alatt véget vet a háborúnak. Bízhatunk abban? Nem áll messze a valóságtól szerintem. De akkor nem 24, de mondjuk egy hónap alatt véget vet neki. Bízhat ebben a nyugati világ? Vagy legalábbis mi? Nézd, ki lehet indulni szerintem a tényekből, és ki lehet indulni a külpolitikai, mondjuk azt a doktrinákból. A tény az, ezt sokan sok helyütt elmondták, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy Donald Trumpot folyamatosan ilyen maszkulin, macsó, agresszív habitussal vádolták, hogy folyamatosan, hogy neki csak a harcról szól a politika, meg egyebek, hogy mindig ezzel vádolta a pacifista baloldal Magyarországon Orbán Viktort is, meg a jobboldalt, ennek ellenére Donald Trump az elnöksége alatt, ellentétben az őt megelőző sok-sok amerikai elnökkel, külföldön háborút nem indított, és hozzáteszem, hogy az elnöksége alatt Vladimir Putyin sem merte megkockáztatni, hogy külföldi területen orosz hadi akcióba, bárhogy is nevezzék ezt háborúnak, vagy különleges hadiműveletnek, nem merte megkockáztatni, hogy ilyet csináljon Moszkvából, mert tudta azt, hogy Washingtonban egy tökös gyerek ül. Ez a Biden adminisztráció egyik nagy hibája, és ezt a republikánus amerikai barátaink is sok helyütt elmondják, hogy az egyik faktor, hogy Putyin ezt megmerte lépni már Ukrajna lerohanását, az volt, hogy tudta, és tudja, hogy jelenleg a Fehérházban egy
teszetosza emberül, és ezért is érdeke Putyinnak különben igazából az, hogy Biden maradjon az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. Szóval ezek a tények. Amiből kiindulva azt lehet mondani, hogy Trump egy békepárti elnök, és háborúkat inkább befejezzen, mint indít vagy folytat. A másik viszont az, hogy a korábbi amerikai demokrata baloldali, vagy azt is mondom, hogy neokonzervatív adminisztrációk nagyon rossz hagyományát folytatva és felpörgetve, Bidenék a nem csak hogy demokrácia export központúvá tették a külpolitikáját az USA-nak, hanem a woke-ot, a woke ideológiát, hogy a saját ideológiájukat kell elterjeszteni a világ minden táján, ezt a hivatalos külpolitika rangjára emelték. Magyarán, tehát hogyha olyan politikai ügyek vannak, amelyek ideológiai szempontból nem passzolnak ehhez az újhullámos, mainstream, fősodratú, liberális, progresszív narratívához, akkor azokat a rendszereket, rezsimeket bármilyen geopolitikai áron meg kell dönteni, alá kell ásni. Amúgy ez áll a mögött, hogy a különféle amerikai beavatkozási kísérletek vannak, informális és formális is az Orbán kormány ellen. És ezen alapul a Biden adminisztrációnak a külpolitikája, és igazából ez nyilvánul meg abban is, hogy akkor most itt az alkalom a gazdasági indokok mellett, hogy a putinista, moszkvai féldiktatúrát most el fogják söpörni a világról az ukrán háborúnak a mentén. A Trump, magának Donald Trumpnak és az őt körülvevő külpolitikai tímnek is viszont nem ez a héja jellegű beavatkozó, demokrácia exportos, woke központú külpolitika az irányító tűje, hanem az America First, ami igazából azt jelenti, hogy először az amerikai érdekekkel, főleg a belpolitikai és a belföldi ügyekkel kell foglalkozni, ott kell rendet tenni. Például meg kell oldani azt a súlyos egészségügyi válságot Amerikában, ami azt jelenti, hogy sok-sok millió, 10 millió ember lett drogfüggő az elmúlt években, és amerikai városok horrorfilmhez hasonlító utcaképeket mutatnak. Ilyen ügyekkel kellene foglalkozni, és nem azzal, mondja ez a Trump-féle külpolitikai doktrina, és nem azzal, hogy az amerikaiak szívének kedves vagy nem kedves rezsimeknek a belpolitikájába beavatkozzon, vagy hogy a saját ideológiáját erőszakolja rá más országokra és más államokra. És ebből következik nekem ebből a két faktorból, hogy Trump tevékenysége alatt is mondjuk úgy, hogy háború ellenes elnök volt, és a trumpista külpolitikai doktrina sem a beavatkozás és a demokrácia export pártján van. Ebből következik az nekem, hogyha Donald Trump kerülne a Fehérházba az idén novemberi választások következtében, akkor az lenne az elsődleges célja, hogy ezt a háborút befejezze, és ez nyilvánvalóan elementáris erővel esik egybe a magyar nemzeti érdekkel is. Amen. Küszöbön az újabb SZIPEC konferencia. Először is arra kérlek, hogy azon nézőink kedvéért, akik esetleg mégse tudnák, oldjuk föl majd ezt a rövidítést, mi is az a SZIPEC, mi a jelentősége, és kik lesznek az idei konferencia nagyágyúi előreláthatólag. Hát a SZIPEC az a konzervatív politikai akció konferencia, de ezért jobban szeretjük a SZIPEC rövidítést, mert ezt így mindig elmondani nehézkesebb. Ez az USA egyik legrégebbi, vagy a legrégebbi republikánus jobboldali politikai konferenciája, Jamboree-ja. A magyar SZIPEC-nek, ez most már a harmadik lesz idén, mindig is az volt a célja, hogy megvalósítsa a liberálisoknak a rémálmát, a nemzeti jobboldali erőknek a nemzetközi összefogását. És ezzel jó úton is haladunk, nem hiába hány epét a baloldalban, a liberális oldala a SZIPEC hangerítőr, mert azt mutatja fel, hogy igenis a jobb oldalban is megvan az a képesség, amit eddig megpróbáltak eltogadni vagy letogadni liberális oldalról, hogy az amúgy a saját országokat első helyre helyezők, America First, Hungary First, Make America Great Again, Make Europe Great Again típusú jobboldali politikai erők is képesek nemzetközi globális szinten megszerveződni az Isten hazacsalád hármas egység védelme miatt. És az elmúlt két évben is azért a fellépőknek a névsora, európai, amerikai, dél-amerikai vezetőknek a névsora is ezt tükrözte, és Budapesten jönnek össze, Magyarország ennek a jobboldali szervezkedésnek, jobboldali ellenforradalomnak a centruma,
epicentruma, és idén is, hogyha csak azt mondom, hogy mondjuk a holland jobboldal vezére Geert Wilders, aki megnyerte a választásokat, és a holland demokráciára jellemző módon ebből kifolyólag nem lehet miniszterelnök, mert jobboldali, ő is érkezik. Santiago Abascal, a spanyol Voxnak az elnöke, az igazi spanyol jobboldalnak a vezetője, ő is érkezik. Amerikából egy nagyon kemény, tökös gyerek, Mark Wayne Mullin, egy oklahomai szenátor, ő is érkezik. Texasból egy Keith Self nevű republikánus kongresszusi képviselő, vagy Andy Harris, a magyar származású Andy Harris Marylandből, szintén republikánus kongresszusi képviselő. Ők mind olyan harcosok, egynémelyikük valóban harci múlttal rendelkezik, Mark Wayne Mullin ketresz harcos volt, MMA harcos volt, Keith Self pedig légideszantos volt. Ők korábban is harcoltak, és most is harcolnak a liberális média, a gender ideológia, a wokizmus ellen, és nem hiába jönnek Magyarországra, a CPEC Hungary-re, mert tudják azt, hogy itt szerveződik az a nagy jobboldali ellenállás, aminek a vége, vagy az egyik fázisa inkább azt mondom, az lehet, hogy a Vogue szellemét legyőzve először lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben, és utána majd novemberben Washingtonban is. Helyszíni időpont? Április 25-26, és a millenárison lesz majd. Köszönöm. Még a amerikai, meg a háborús helyzet tárgyalásakor úgy fogalmaztál, hogy régebben is voltak hülyék, csak nem voltak ennyire magabiztosak. Idehaza is van belőle. Akkor az utolsó témakörünk legyen Magyar Péter. ugye azért vagyunk... Bocs, hogy tudod, mit mesélnek Magyar Péterről a szakmában? Mit? Semmit. Abban a kicsit faramuci helyzetben vagyunk, hogy pénteken vesszük fel a adást, és holnap lesz a kormánybuktató nagygyűlés. Már megint megbukik a kormány? Persze, holnap. Felírom, várj. Holnap 14 és 15 óra között megbukik a kormány. Igazából az az érdekes, hogy ma pénteken jött ki a Nézőpont Intézet friss kutatása, amely a következő adatokat tartalmazza, csak így gyorsan az elejét mondom fejből. Fidesz támogatottsága nem változott, 40% fölött van. Magyar Péter még nem is létező pártja. 13%-ra számíthat, hogyha lesz neki egyszer. Ezzel tökéletesen pariba van a DK-MSZP párbeszéd hármas koalíció 13%-ával. Veri a kétfarkú kutyapárt 11%-át. A Momentum meg elég nagy bajban van, mert jelenleg nincs bejutó helyen, 4% környékére esett vissza a támogatottsága. A kérdés ebből azt hiszem logikusan következik, amit mi itt elég régóta, mondjuk Magyar Péter fellépése óta mondogatunk, nem létezik, már megint nem létezik az a fantasztikus kormánybuktató Fideszből kiábrándult tömeg, akit ezek állandóan meg akarnak szólítani, helyette jött Magyar Péter, és elkezdte az ellenzéki tortát tovább szeletelni. Levonható az adatokból ez a következtetés? Nézd, az M. Gyurcsányék most vakarhatják a fejüket elég erősen, mert ha most ilyen politikai, elemzői szempontból nézem a dolgokat, akkor talán nincs még egy politikai erő a világon, amely egy olyan súlyos politikai botrány, politikai ügyet, a kegyelmi pedofil ügyet úgy kimozogjon, ilyen zseniálisan kimozogjon, most ez a politikai megközelítés, hogy a végén igazából Gyurcsányék még azt is hihetnék, hogy ezt az egészet a Fidesz csinálta, hogy tovább szeletelje a baloldalt. Az egyértelműen látszik szerintem, hogy a Magyar Péter az a baloldalnak a virtuális valósága. Hogyha megnézem az elmúlt, érdemes, megnézem az elmúlt 12-13 év magyar narancs címlapjait, mint az aktuális liberális üzenőfüzetnek a címlapját, ott mindig ott voltak az aktuális messiások, megváltók, elnézés, hogy itt húsvét után ezeket a kivézéseket használom, de hát tényleg nem lehet másképpen ezt leírni a baloldalnál. Karsai Dorottyától elkezdve, Polgár Dórán át, Pukli István, Fekete Ruhás Nővér, Nagy Blanka,
Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Vona Gábor, és most Magyar Péter. Mivel hogy nincs politikai, nem csak hogy tehetség, hanem hogy nincs politikai tudás, nincs politikai teljesítmény a baloldalon, ugye ezért politizál helyettük igazából az őket kitartó külföldi pénzhálózat, meg az azáltal szintén kitartott magyarországi baloldali sajtó. Ők csinálják igazából a baloldali politikát, nem a baloldali pártok. És mert nincs teljesítmény, és erre alapulva nincsenek olyan politikai karakterek a politikum világából, akik összetudnák fogni és megszervezni azt az oldalt. Ugye egy ilyen ember van, Gyurcsány Ferenc, csak neki egy olyan plafon, plafon van a feje felett, és erkölcsi bűn a lelkén, ami lehetetlenné teszi azt, hogy a valódi vezére legyen ennek az egésznek, és akkor mindig megpróbálnak kreálni egy ilyen megváltót, akiről előbb-utóbb azért kiderül, hogy ugye mégiscsak polgári neveltetésű emberek lennék, hogy valami baj van velük, de hát legalább Márki-Zay Péter a feleségét nem verte. Helyett a gyerekeit verte, és ez büszke is volt. Mindig van velük valami furcsaság, és akkor ezeket az alakokat felemelik, kiderül róluk, hogy bukó a sztori, kifacsarják és eldobják. Mondom, érdemes megnézni az elmúlt 13-14 év, ki emlékszik ma már Karsai Dorottyára, meg Polgár Dórára, meg ezekre az alakokra. Senki, egyikről sem tudom, hogy kicsoda. Majd elmesélj. De ugye ez egy szokásos forgatókönyv, és igazából azért abban senkinek ne legyen kétsége, hogy ez a sztori miről szól. Mert az összes ilyen akció az arról szólt lényegében, hogy a hirtelen ezekbe az alakokba, hogy most Magyar Péterbe is beleszerelmesedett a dollár baloldal, meg a dollár média, és használja arra, hogy ahogy ezt klasszikusan szokták mondani, a demokratikusan megválasztott magyar kormánynak a legitimitását alássa, megpróbálja valahogy megfúrni ezt a jobboldali politikai erőcentrumot, ami Magyarországon van. És nyilvánvalóan ez abba a politikai harcba illeszkedik, és ez nem összeesküvés elmélet, hanem nagyon is gyakorlat, hogy a globalista erők, azok bármilyen módszert, bármilyen személyt, bármilyen technikát megengednek maguknak ahhoz, hogy a szuverenista erőket, amelyeknek a vezető eleme a magyar jobboldal, megpróbálják valahogy megbuktatni, a hatalmukat alásni, vagy legalábbis olyan hangulatot próbálnak kialakítani, ami elapasztja a levegőt a jobb oldal körül. Ez sok más országban működik, Bulgáriától elkezdve Csehországon át Szlovéniáig. Magyarországon ez eddig az elmúlt 14 évben láthatóan nem sikerült, sőt a visszájára fordul, és ezért mondom, hogy vakarhatják a fejüket Gyurcsányék, mert azt lehet látni, hogy most az EP választásnak úgy fog nekifutni a baloldal, hogy lesz ez az DK által vezetett, korábban MSZP-ként funkcionáló politikai tömb, a DK, az MSZP meg a P, lesz a Momentum, lesz a Jobbik, lesz a Néppártyán, a Jakabék, lesz a Vonának a pártja, lesznek a kétfarkúak, és lesz a Magyar Péternek a politikai, nem tudom milyen. Ez 7 erő, Alessz Tuzánmen mondjuk 14 társelnökkel. Hát gratulálok. Hajrá, Miklós, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.